Hello, sziasztok, Lipóci vagyok, józan vagyok, nem tudom mi a fasz van. Nézzétek a Nightlife-ot, én voltam a Katapult DJ, egyharmada, negyede, nem tudom. Mennem kell inni, cső, hello. Na, kikből áll a Katapult DJ? A Szervánszki, vagy nem tudom. Sterbinski, az a jó csaj. Meg még egy stráz, azt nem hogy tudom. Hogy hívják? Nem tudom. Segítek, Csaba. Milyen? Van a Sterbinski, ugye, akit te mondtál, igen, meg van a jó csaj, meg van valamilyen Csaba, nem? Vagy a Sterbinski Csabára gondolsz? Lehet. Honnan érkeztél? Itt Szoltvadkerten lakok. Most itt vagy, de amúgy honnan érkeztél? Szoltvadkertől. Én Halasról jöttem. Olyan messziről? Ezt mindig eljátszom minden adásban, tényleg olyan messziről? Láttam már a többi adásodnak. Kiskörös, tényleg olyan messziről? Próbáltad-e már feszegetni a határokat, hogy mi az az alkohol mennyiség, hogy na, ilyet legközelebb ne? Nem, én jó vagyok. Jó kislány. Aha, igen. És mint a bulizó, akkor mondhatjuk így is. Ki az a fellépő, aki itt fellépett, és miatt te eljöttél? Fú, én a Katapultot mindenhol ott vagyok. Kunfejérton, Baján, én mindig ott vagyok, mikor ők vannak. Jönnek majd a Glass House-ba is decemberbe, tudtad? Nem. Na, akkor írt fel a dátumba, írt fel a naptáradba. Jó, nem tudtam, de igen. Jársz oda is egyébként, Glass House harta? Szoktam, igen. Nem fázol egyébként? Nem, olyan nagyon. Hát majd az alkohol azért kicsit melegít, majd gondolom. Nem szoktam olyan sokat ízni. Nem, mi az a kevés, amit inni szoktál? Én csak vodkát iszok inkább. Tisztán vagy keverve? Nem, keverve nyilván. Szevasz, Ádám! Hello! Veled már találkoztunk ugye a második, harmadik epizód tájéken. Azóta mi történt? Megváltoztál kicsit? Megváltoztam. Az élet szomorú, mégis fájdalmas. Pálinkát kell inni, mert az jó. Akkor cseréljünk már, akkor most engem interjúztás, meg te vagy a műsorvezető. Mióta jársz a retróba? Hú! Ez egy vibrátor, geci. Sziasztok! Mióta jártak ide a helyre? Már lassan egy éve. Igen. Tavaly Halloweenkor voltunk itt először. Mit szoktatok itt fogyasztani? Tekilát. Jégert. Vagy Malibu Alma. Igen. Szoktatok pasizni is? Egyszer volt az életben, többet nem nagyon. Mi történt? Hát az egy hosszú történet, ami nem nyilvános. Népre itta magát a pasi, vagy miért? Igen. Katapult DJ-re vártok? Valahogy úgy. Akkor még sokat kell várni, ugye tudjátok? Nem baj, van időnk. Nem szatorok bemelegíteni valami alkohollal? Már be vagyunk melegedve. Na, mit ittatok? Őszintén? Őszintén? Minden, ami jött, csak alkohol legyen. Mióta jársz ide a szórakozó helyre? Nem olyan régóta, és most is csak egy barátnőmet kísértem el, akire éppen vigyáznom kell. Honnan érkeztél? Kiskolásról. És akkor milyen gyakran jössz el? Hát nagyon ritkán, mert kevés a szabadidőm. Katapult miatt jöttél? Igen, Katapult miatt jöttünk. Még sosem voltam Katapulton, csak a barátnőm mondta, hogy nagyon jó és érdemes eljönni, úgyhogy eljöttünk. Honnan jöttél? Kiskolásról, srácok. Na már be vagy állva? Nem. Mi a retro teremben vagy? Nem tudom. A Katapult a másik teremben lesz. Teljesen nem tudtam, mert rohadt régen voltam itt, úgyhogy igazából. Milyen alkoholt szoktál fogyasztani? Minden mennyiségben. Na, milyen gyakran jársz ide? Nem sűrű, mert egyébként Szegeden tanulok, és ott szoktam bulizni. Egyedül jöttél? Nem, haverjaim jöttem, itt voltak egy köpésre. Úgy hallottam, hogy van egy YouTube csatornád. Á, nehogy is, nincsen. Milyen néven vagy fent? Figyelj, neki van egy YouTube csatorna, és rám akarja fogni közel. Mi ketten? Na, mi a YouTube csatornátok neve? Mi a neve? Mi a neve? Én elfelejtettem. Interjút készítettek a Katapult DJ egyharmadával, egynegyedével, most akkor nem értem, hogy is van a felállás? Hányan vagytok? Most már rengetegen vagyunk, mert most már van három lány még velünk. Egyszerre színpadon a csajok nem lehetnek, mert összeveszünk az alkoholon. Ráadásul ott van még Bozoki is, meg én is, tehát az a baj, hogy túl kevés az alkohol, és túl sokan vagyunk rá, de óvatosan kell, na, szóval... Van a Bori, van a Barbie, és... Igen, meg van a Klau. De most őt osztátok? Igen, most ő volt a soros. Igen. Hogy osztátok ezt be? Ezt a lányok egymás között megoldják. Tehát megvan egy sorrendiség, hogy a Barbie szokott a legtöbbet jönni, a Borikát inkább Pest vagy olyan helyekre visszük, ami Pest felé van, a Klaunak meg igazából tök mindegy, csak pia legyen. Tehát a lányok ilyenek amúgy, igen. Mikor alakult ki a Katapult DJ, mint formáció? Mi elkezdtünk még gyerekkorunkban, anno tényleg, tehát amatőrfilmeztünk, utána tévéztünk, aztán rádióztunk,
De igazából az egész ott kezdődött el, hogy befejeztük a középiskolát, és masszív alkoholisták lettünk. Onnantól kezdve ugye azt szoktuk mondani, hogy nem emlékszünk semmire, minden jött magától. Ugye nektek volt egy saját műsorotok a Gong FM-en, ez mikor szűnt meg, vagy miért szűnt meg? Én úgy mondom neked, hogy nem szűnt meg, hanem átmenetileg most nem tudjuk csinálni. Tehát az volt egyébként a Katapult DJ, tehát innen jön a név is, hogy mi eredetileg a rádióműsorunkat neveztük el így. Igazán most kurvára nincs se időt csinálni. Tehát most már a harmadik éve megy ez az őrület körülöttünk, hogy nincs idő. Tehát ennyi. De hiányzik egyébként rohadtul, csak most ez így alakul. Kinek az ötlete volt a tortadobálás? Megmondom őszintén, hogy kinek szeretné látni a csajok mellén a tortát, innen. Minden a nőkről szól. Így van, akkor nincs nálatok fel az, hogy van két torta, akkor nincs aznek, hogy egy fiú, egy lány? Ezt csak én szoktam erőltetni. Ha négy lány van az első sorban, akkor azt... Minden tudom. Négy kap. Persze. Előre láthatólag, hol fogtok még fellépni idén? Meddig vagytok betáblázva? Hát én úgy szoktam mondani, hogy 3 hónapot látunk előre, de igazából ahol fizetnek és van alkohol, oda mi megyünk. De most a jövő héten egyébként 5-öt megyünk. Utána most a sorrendben így van, most ez az októberi hónap, most 18-19-et megyünk. Tehát így a májunk nagyon keveset pihen. De nyugodtak vagyunk, mert Kecskeméten jó a nagy kórház. Tehát így fasza. De azt már meg sem merem kérdezni, hogy eddig hol voltatok, mert tuti nem emlékeztek rá. Egy idő után, és ez nagy képviség nélkül van így, hogy úgy, hogy én sem a bookingot, így sem emlékszek néha, hogy tegnap hol voltunk, mert már előre figyelsz. Jó szórakozást kívánok a ma estéhez, remélem azért, hogy találkozunk majd még, és akkor tényleg sok sikert meg minden. Szerencsés vagy, mert józanul csináltuk az interjút. Kecskemét túl közel volt, nem volt idő bebaszni. Rendben, köszi szépen. Köszönjük, hogy a mai epizódban is velünk tartottatok. Tartsátok meg ezt a jó szokásodokat, tartsatok velünk legközelebb is. Addig is, sziasztok!